A bemelegítésnél megsérült Csizmók Adrien, így kapus helyett egy mezőnyjátékos, Szinnyei Réka állt a Rákos Palotai a kapujába az Eto Femina meccsen. Volt egy kis előélete ennek a játékosnak, a fiúk között védett már régebben, és így nem volt neki ismeretlen a játékhelyzet. Az újonc Győrből továbbra is hiányzott a három afrikai légiós, és kapus cserélt a hazaiak mestere. A múlt héten 9-et kapom Mészár helyett Szabó Enikő állt a hazai kapujába. Egy egész héten csak fél csapattal tudtam edzeni, hiszen hárman a válogatottal voltak, ketten gólyatáborban, egy játékoson pedig még nyaralt. A hatodik perc, amikor szabadrúgáshoz jut a túloldalról, a 16-os mellől a Győr, és gólt is lő ebből Németh Loretta. Ne felejtsük, vészkapus a Femina hálója előtt. 1-0 tehát, mondjuk egy igazi kapus sem biztos, hogy ezt a csapódó éles lövést hárítani tudja. Egy perccel később a Femina kísérlete. Egyébként Heckő István csapatának még nincs akciógólja. Most lehetne, ügyesen fordul le Vogel, lő is, de ott elakad egy lábban a labda. Aztán egy távoli szabadrúgás, ártatlannak tűnik a helyzet, de rosszul jön ki a kapus. És itt az egyenlítés. Ezt nagyon elnézte a győri hálóőr. Burján belepiszkál, Vogel pedig nagyon rutinosan érző, hogy lesen van, csak bekíséri a labdát, nem nyúl hozzá. Érvényes találat, 1-1. Ebben vastagon benne volt Szabó Enikő. A labda helyett saját védőjét ütötte el. 25. perc. Vogel ügyes emelés, és fordít a Femina, 2-1. Burján a gólja után adott egy gólpaszt is. Mutatós találattal vette magához a vezetést a Femina. Két perccel később a győri csapatkapitány öreg Szintja iramodik meg. Nagyszerű tempóban a kiugratás, de jön a kapus, és lábbal tisztáz. Szinnyei oldotta meg. Aztán egy fölküldött labda még mindig az első félidőben, 5 perccel a szünet előtt. Óriási helyzet. És besegít még a védő, pedig egy válogatott játékosról van szó. Szeit öngóljával egyenlít a Győri Eto. Azért mentségére szóljunk, nagyon furcsán pattan föl ott a lába előtt a labda, ezért rúg bele ilyen kacskán, és ér el öngólt. Igazán a kulcs egyébként Németh Loretta indítása volt, és Süle teszi középre. Az 55. percben járunk, és megsérül egy győri játékos, Mészáros Dalma. Nagyon úgy tűnt, hogy nem szándékosan, de Vogel bizony alaposan bordán rúgta. 58. perc, Seilt indítása után a Femina visszavehetné a vezetést, de nem sikerül. 66. perc, öreg szabadrúgása után halomra dőlnek a játékosok, aztán Jakus kivágta. A 69. percben járunk, amikor már fogta a fejét a helyzetet kihagyó játékos, de volt, aki nem állt meg, gólt szerzett, nevezetesen Németh Loretta. 3-2, ismét előny a Győrnél. Zemlényi pont lábon találta a kapust, ott dühönk, hogy na, kihagyta a helyzetet, viszont Németh Loretta segített rajta is az egész Győrön, mert gól lett belőle. 3-2. Feminának még nincs pontja, és jelen állás szerint lehet, hogy nem is lesz. Persze van még hátra idő bőven, 20 perc. Aztán jön egy újabb Eto sérülés. Kovács Laura sípcsontjával történt valami, a hírek szerint a csonthártyája sérült, így alig, ha nem több hétre kidőlt a játékos. És ami duplán bosszantó, nem volt már cseréje a hazai csapatnak, tehát mindösszesen 10 játékos a pályán. Ki tudja használni a Femina? És aztán egy újabb sérülés. Szegény Szórádit találta arcon a labdával Hegyi.
szerencsérő rövid ápolás után tudta folytatni a játékot. 85. perc, Femina szabadrúgás, Fogl fölé tekeri, ez volt az utolsó esély, a pont mentése a Femina számára. Így 3-2-re nyert az Eto. Nagyon idegörlő meccset játszottunk. Az első fél idő az döcögős volt, az első gólnál úgy gondolom, hogy akkor kicsit felélegeztünk, de aztán volt két fatális nagy hibám, ami ha nincs, akkor nem ilyen lesz a meccs végkimenetele. De szerencsére sikerült felállnunk, és ez a csapat összetartásnak köszönhető. Én nem mondanám azt, hogy nem volt helyzetünk, tehát a helyzet mind a két csapatnál adódott. Ők mondjuk berúgták mind a hármat, amit ugye kellett, nekünk mondjuk 10-ből csak 2 sikerült. Tehát az az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez egy ilyen, hogy ez lett volna, ugye ami a végeredmény, az a végeredmény, de sajnos lehetett volna több is. Eleve úgy indult, ugye, hogy egy játékosomat cserélni kellett a kapust, azért az egy elég nagy érvágás szerintem minden csapatnál. Tehát úgy indultunk neki, hogy mezőnyjátékosnak kellett beállni a kapuba. Tehát innentől kezdve én azt mondom, hogy az Eto az még 100%-osan kihasználta a helyzeteit, mi pedig ugye hagytunk ki zicsereket, hát ennek csak ez lehetett a végeredménye. Azt hiszem csak a szívdiadala volt, különösen akkor, amikor már csak 10 mezőnyjáték, vagy 9 mezőnyjátékosan volt a pályán, de tényleg hősies küzdöttek és a kalap a lányok előtt.